A műsorszám támogatója, a fogadás új formája, a V-Sport. De Peacnál azért köztudott, hogy elég jó magas emberekkel rendelkezni, tehát kvázi pontott erősek, ahol mi picit vékonyabbak, kisebbek vagyunk. Lehet ezt két vagy akár három mérkőzésen keresztül kompenzálni? Hát most mondtad el a választ te is. Tehát pont azokon a pozíciókon, ahol hátrányunk van, azzal ellentétben próbálunk nyilván előnyt csinálni. Támadó oldalon nyilván a védekezést nem egyszerű megoldani, ilyen magassági fölénybe, de pont emiatt próbálunk a mezőnyposztokon értelemszerűen dominálni, és meglátjuk, hogy fog működni ez a támadó játék, amit elterveztem a Peac elleni első mérkőzésre. Peac egy olyan szezon zárt, ahol hát nem sok hiba volt benne, mondjuk így, és ezzel a kerettel, hogy mondjam, szerintem egy átlagon felüli szezont futottak ezzel a harmadik hellyel. Én megmondom őszintén, ha a szezon előtt kellett volna tippelni, hogy ki lesz a harmadik, akkor nem feltétlenül őket mondtam volna. Tehát ez mutatja, hogy mennyire jó és eredményes szezon zártak az alapszakaszba, valami nemzetközi szinten is, mert kiváló csoportkör zártak, valamint utána is jól teljesítettek. Úgyhogy egy nagyon komplex és jó csapat ellen fogunk találkozni. Ki lehet indulni a Peac ellen abból a 79-70-es győzelemből, amit itt két fordulóval szerintem előtte? Abszolút nem. Nyilván vannak mérkőzések, amiknek van előzménye, és lehet levonni tanulságot. Egy teljesen más mérkőzésre számítok az ottani mérkőzésen, mint ami itt volt. Playoff az mindig más hangulatú, mint egy alapszakasz mérkőzés, úgyhogy minimális részleteket fel tudunk használni, de a saját dolgunkkal kell foglalkozni, és egy teljesen új mérkőzésre kell felkészüljünk. Keresd fel weboldalunkat! Kövess minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, sőt már a TikTokon is ott vagyunk!